Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Népszerű mesemondó és szerzőpáros látogatott el múlt héten csütörtökön és pénteken Kisterekre. Döbrentei Ildikó és férje, Levente Péter neve számos gyermeknek és szülőnek csenghet ismerősen, kik többek között az Égből pottyant mesék tévésorozatta, amit a Kossuth Rádió Kikopok című rádiómusorával váltak sokak kedvenceivé. Döbrentei Ildikó a mese szerepe a gyermek személyiség fejlődésében címmel tartott előadást a megjelent pedagógusoknak és érdeklődő szülőknek, melyet teljes egészében most tekinthetnek meg. Szeretnék mindenkit köszönteni sok szeretettel itt Kistereken, különösen Levente Pétert és feleségét Döbrente Ildikót. Három gyerekes családapaként én is gyakran gondolkozom azon, hogy miért fontos, meg miért jó a mai világban mesélni a gyerekeknek. Hát azért egyre több tapasztalatom van ezen a téren, de még mindig 46 évesen is vágyom arra, hogy az újdonságokat és az új információkat beszerezzem. Ezért már több neves pedagógus is járt az óvodánkba, és most nagyon örülünk annak, hogy Döbrente Ildikó is ebbe a témába itt van, és el tudja mondani az ő tapasztalatait. Úgyhogy remélem, hogy mindenki, minden rutinos és még leendő szülő számára hasznos információkat fogunk kapni. Úgyhogy akkor fölkérem Döbrente Ildikót, hogy tartson. Az én személyemben nem tudományembere jött, hanem a művészetnek az embere jött. Én egy meseíró vagyok elsősorban, mese és nem meseíró, és énekes nem vagyok, de hát, tulajdonképpen ugye Péter azt is elmondta, hogy mi mindent elmondott róla. Én gyorsan elmondom, hogy egy dologra voltam az életemben féltékeny, és az pontosan az ő cigarettája, mert az ő cigarettája azért nagyon sok esetben tőlem, aztán később tőlünk, a családtól, őt elvonta. Ő nem dohányzik a mi körünkben, hogy ott ne büdösítsen, és hát azért az nagyon sokszor volt, amikor ő neki külön kellett dohányozni valahogy, én a cigarettára féltékeny voltam. Én tehát egyébként meseíró, magyar rajzszakos tanár, végzettségű ember, és 48. éve Péter alkotótársa és felesége vagyok. És szerelmem mai napig. És szerelmem. Igen. És pedig az én szerelmem. Szoktunk a házasságról is előadást tartani, amit lelkiderű gyakorlatnak hívunk valóban. Ezt most nem gondoltam, hogy az, de talán az lesz. Énekes nem vagyok, de azt gondoltam, kezdjük egy énekkel. Aki tudja, énekelheti velem. Madár voltam álmomban. Madár voltam álmomban, fenn az égen daloltam. Olyan dal volt, amit én még addig sosem hallottam. Madár voltam álomban, házak fölött átúsztam, város szélén elfáradtam, szépen hazaszállottam. Körülbelül 30 éve volt, amikor Bruce Rilmassal ezt a dalt írtuk. Érdekes módon nem elsősorban gyerekeknek, egy színházi darab előjátéka épült erre a dalra, és hát ugyanúgy, mint ahogy a mese sem a gyerekeknek szólt valójában a kezdet-kezdetén, úgy ez is szándékában nem elsősorban a gyerekeknek szólt volna, és hát egy gyerekdal lett belőle, Ovon nénik látom, hogy ismeritek. Minden megtalálható így egy ilyen kicsi dalban is. Ott van benne a mese, az álom, a költészet, ott van még képben is láthatjuk a madarat. Tehát sok minden, ami a mese világába átröpít bennünket. Valahogyan úgy is maradt a mese, ugye most egy meseíró beszélnek. Egy olyan ember, akinek
ez a, azt kell mondjam, ilyen csúf szóval, hogy a pénzkereső munkája is. De tulajdonképpen az ember meg tud élni abból a gyönyörűségből, amit annak idején a kis batyujában születésekor hozott, hogy hát ez talán, amit majd a legjobban fogsz tudni. Ha az ember eléggé kitárja a szívét, eléggé elmeri hinni, hogy valóban ez lesz az én dolgom, akkor szolidan meg is lehet élni belőle. Ne féltsétek a gyerekeiteket, ezt csak azért mondom, akik esetleg gyógypedagógusok akarnak lenni, vagy művészek akarnak lenni. Még abból is meg lehet élni, ha valaki tényleg azt cselekszi, tényleg azt műveli napról napra, ami az ő küldetése. Férfi létére óvó bácsi mer lenni. Hol a másik óvó bácsi? Itt az Attila. Igen, itt van Attila is. Akkor, hát végül is, ugye, a luxus nem jár együtt a küldetéssel, de a szolid megélhetés együtt jár vele. Bocsánat, ez csak egy kis kitérő volt. A mese, ugye visszatérve arra, hogy most ez mennyiben szól gyereknek, mennyiben szól felnőttnek, itt mindjárt az elején azt el is mondhatjuk, hogy biztos, hogy gyereknek szól. Az üzenetünk, a szándékunk szerint gyereknek szól az egész formája. Minden, ami derű, minden, ami játék, szójáték például, minden, ami meglepődésen alapuló humor a mesében, a kalandok, minden, ami cselekvés, az a gyereknek szól, és ez az, amit ők vesznek is, és értenek is. És hát a gondolati üzenetek javarésze az a felnőttnek szól. Tehát az, hogy a hűség elnyeri jutalmát, ez természetes, hogy felnőttnek szól, annak a gyereknek van szerencséje, akivel a maga nyelvén ezt egy felnőtt aztán meg is tudja beszélni. Biztos tapasztaltátok, hogy a 3-4 év körüliek mennyire szeretnek hallani saját magukról, arról, amikor ők még kicsik voltak. Van egy mese sorozatom, épp most készül belőle egy könyv, ami arról szól, hogy az lesz a címe, mikor még akkora voltál, hogy elfértél a tenyeremben. De van az életünknek egy szakasza, amire nem emlékszünk vissza, de anya, apa és a nagyszülők meséiből kirajzolódik valami, és fallják ezek a 3-4 év körüliek, és aztán hát van való tapasztalatom bőven, hogy a 10 évesek, a 16 évesek és a felnőttek is fallják. Valamiért ez a titkos időszak, ami még annyira friss, ez távol van tőlünk, és nagyon-nagyon sokat jelent a számunkra. Kettőt el szeretnék most mondani ezekből a kis mesékből, amit Péter említette, hogy úgy alakult a mi életünk, hogy voltak benne tragédiák, két kisgyerekünket temettük el. És a középső gyerekünk, Dorka, aki most 37 éves, 3 gyerekes édesanyja, nagyon jó fiút választott férjnek, én a Dorkának írtam ezeket a történeteket. És most, hogy készül ez a könyv, el sem mondhatom mekkora örömem, Dorka fogja illusztrálni. Ő egyébként tájépítő mérnök, és nagyon mély őstehetség bújik elő belőle itt az elmúlt 10 évben. Ő lesz az illusztrátora. Az ennek a sorozatnak tehát a címe, mikor még akkora voltál, hogy elfértél a tenyeremben. Mikor még akkora voltál, hogy elfértél a tenyeremben, persze nem az egész testet, hanem csak a hátacskád, a kis fejedet meg így megtámasztottam az ujjam hegyével, na akkor a tenyerembe fektettelek, és úgy úsztattalak a babakádban, mint egy hajót. Úsztunk, elúsztunk a nagymama szigetek mellett, aztán a nagypapa szigetek mellett, aztán a dédi mama szigetek mellett, aztán a dédi papa szigetek mellett,
megcsodáltuk a száldogáló szappanbuborékokat, és végül kikötöttünk a törölköző parton. Bebugyoláltalak a jó puha törölközőbe, te rám néztél, annyit mondtál, csak ennyit. És egy kicsit rám mosolyogtál. Ez történt akkor, mikor még akkora voltál, hogy elfértél a tenyerembe. És tudod, hogy hogyan ettél? Mikor még akkora voltál, hogy elfértél a tenyeremben, úgy ettél, mint egy édes, rózsaszín kismalac. Cuppogtál és rögdét csináltál. Közben egy kicsit még nyikorogtál is, valahogy így. Így volt. Na, mikor eleget ettél, én egy pelenkát terítettem a vállamra, mint egy báli belépőt, vagy mint egy rókagallért, téged ráfektettelek, és sétálgattam veled, és énekeltem neked. Persze, sétálni meg énekelni nem csak én tudtam, hanem édesapa is. Fogta a pelenkát, vállára terítette, mint egy királyi palástot, téged a mellére fektetett, mint egy tábornoki kitüntetést, aztán oda sétált veled az akváriumhoz, és magyarázott. Látod? Az a piros halott, az a xiphoforus, az a fekete, az a black molly, az a tekergő növény, az a szagitária. De akkor udvariasan büfisztél egyet. Apa nagyon óvatosan a kis ágyadhoz vitt, lefektetett, és még egy puszit is nyomott a fejed búbjára. Ez történt akkor, mikor még akkora voltál, hogy elfértél a tenyeremben. Így volt, nem így volt, égből pottyant mese volt. Nagyon szeretik ezt a, hát ezt nagyon jól tudjátok, hogy mennyire szeretik ezt, amikor róluk szól. Amikor az égből pottyant mesékben oda a televízió postájába megérkeztek a levelek, az óvodás gyerekek rajzainak egy jó nagy részén, függetlenül, hogy kutyát sétáltatott a gyerek, vagy az uszoda kövén állt fürdőruhában, a fején korona volt. Ők a világ közepe. Egy kisgyereknek ugye még ez megengedhető, nem úgy, mint egy felnőtt, mert a felnőttként képzeli, hogy korona van a fején, akkor bizonyos szempontból nagyon kicsi gyerek maradt. De hát így, ahogy nevezni szoktuk, fogváltás elég, ez normális dolog. Hogy mennyire fontos ő saját maga, és hogy minden körülötte forog. Kezdetben olyasmiről fogok beszélni, amit sokan tudtok, ezért nem sokat időzöm. De akkor, amikor a mese megszületett, szeretnék arról egy pár szót mondani. Még a természet gyermekei voltunk, természeti népként éltünk a kedvenc hegyeink, a fáink, a bokraink között, és akkoriban született a mese, felnőttek, mondták egymásnak. Aztán később ugye létrejöttek a falvak, és akkor ottan még később a fonóban, meg a kukoricafosztáskor mondták egymásnak a mesét, felnőttek. Jó, ijesztgetős, meg nagyon bumfordi viccekkel teli szerelmes meséket, fájó, szomorú történeteket meséltek egymásnak, és felnőtteknek szólt a mese, mégpedig azért szólt egymásnak, hogy mi meglett emberek bátorítsuk egymást, megerősítsük magunkat az életben, a mese tanulságaiból és a mese kalandjaiból. A fiataloknak meg útravalót adjunk a sok évszázados, évezredes erkölcsi tudásnak, a tudás átadásának az eszköze a mese. A mesének a lényege a tanítás. A tanítás a lényege. És természetesen nem azokra a tanmesékre gondolunk, ami aztán később, amikor már a városok is megszülettek, már a 19. században járunk,
Andersen már megjelent, már születnek igazi műmesék is. Na, ebben az időben ugye teljesen kezdtünk elszakadni a természettől. Hol voltunk már attól, amikor réges-régen boldog természeti népként éltünk, és ahogy elszakadtunk a természettől, úgy elszakadtunk a mese lényegétől is, attól a természetességtől is elszakadtunk, és az egészet aztán rátukmáltuk a gyerekekre, és akkor születtek abban a pillanatban azonnal ezek a bizonyos tanmesék, hogy hogy kell szépen fogatmosni, ügyesen köszönni, stb., amik a pedagógiának jól használható eszközei, tehát ezek csak nem mesék, ez a lényeg, hogy ezt ne gondoljuk, hogy ezek mesék. A mesének a lényege az erkölcsi tudás átadása, és ez más. Emlékszem gyerekkoromból egy kis füzetecskére, nincs itt az én korosztályomból senki, az volt a címe, Bizony Pista Bezzeg Ferkó. És hát Bizony Pista, az mindig piszkos kézzel ült az asztalhoz, ugye Bezzeg Ferkó, az mindig szépen kezet mosott a Bizony Pista, az mindig verekedett a többiekkel, Bezzeg Ferkó, az szépen tanult és jó gyerek volt. Hát ezek a típusú történetek, amiket a gyerekek szeretnek egyébként, és sok felnőtt gondolja, hogy ezek tanulságos mesék. Most ezeknek a tanulságok szóba foglalható a gyerek által is, csak éppenséggel nem mesék. Azok a mesék, ahol a lényeg sokkal, de sokkal szövevényesebben bújtatottabbak, és igazából csak a felnőtt tudja kibontani, hát azok a nagy mesék, azok az igazi mesék. Van néhány megfigyelésem, amit ha ismétlésnek is tűnik némelyik, én szívesen röviden elmondok most, hogy egy meseírónak mit jelent az, hogy mese, mi az a mese. Akkor, amikor Ábris unokánk, aki most 8 éves, első osztályos, amikor 3 éves volt, és valami miatt én lettem az életében Vidra kapitány. Vidra kapitány egy bajszos tengerész kapitány, de valamiért engem választott Vidra kapitánynak, és ő magát pedig a mesében Vilmoskának hívta. És a kedvenc meséje, amit nagyon, de nagyon sokszor kellett mesélnem, és az életem legnagyobb sikere fűződik hozzá, mert olyan hangosan kacagott, hogy az udvaron megállt a papó, és megkérdezte, hogy mi van ezzel a gyerekkel. Nem fog tudni aludni, mondta. Édesen aludt utána. Olyan kalandok következtek, aminek a végkifejlete őt boldog álomba merítette. Na, ez a mese, ez így kezdődött. Egy szép nyári napon Vidra kapitány és Vilmoska megfogták egymás kezét, és elindultak a sűrű, sötét erdőbe. Minden lépésnél sűrűbb lett az erdő, és minden lépésnél sötétebb. Egy nagy utazás minden mese. Ez az én első gondolatom, amit el szeretnék mondani. Minden mese egy utazás. Sejtelmes állomások következnek egymás után. És igazából ez a gondolatom Ábristól való. Másodszor, amit én a meséről fontosnak tartok mondani, minden mese átlényegülés. Mégpedig a mese mondó, aki itt a meghatározó. Amikor elkezdjük ezt a mondatot, hol volt, hol nem volt, megváltozik a levegővételünk. Megvált a tekintetünk, feltétlenül megváltozik, ha valóban ott akarunk lenni a mesében. Megváltozik a tekintetünk. Az a kettős látás indul be nálunk is, ami a gyereknél, hogy itt is van, meg ott is van. Megváltozik a szívdobbanásunk. Megváltozik a bőrünk kipárolgása. Minden más lesz. Átkerülünk, mint egy mesebeli hintán átlendülünk egy másik
világba, ami a művészetnek, a mesének, a költészetnek a világa, és oda lendülünk át. Vannak esték, amikor képesek vagyunk így mesélni. Tehát nem kívánhatjuk magunktól, hogy minden este holdfáradt szülő létünkre úgy meséljünk. De igen, az óvónénik is szokták mondani, hogy minden óvónéni művész, minden óvónéni művész, minden tanár is művész. És akinek ez nem úgy sikerül, ott valamit biztos, hogy ő nem úgy akar. Valami gátolja őt. De az óvónénik művészek. És hogyha nincs akkora adottságuk ehhez a fajta meséléshez, akkor én mindig azt mondom, hogy azt a mesét meséljük, amit mi magunk nagyon szeretünk. Mert azt ezzel a lendülettel fogjuk tudni mondani. És hát bizony jó, ha ismerjük a mesét. Kezdő óvónéniknek egy kicsit nehezebb, akik már több éve óvónénik, azok már jobban ismerik a meséket, és jobban megy az olvasás, hogy ne az olvasás kösse le az energiáját. Harmadszor, itt megint az utazás jön elő, tehát először azt mondtuk, minden mese utazás, és a mese átlényegülés. A harmadik, a mese utazás az álmainkba. Az álmainkba utazás, méghozzá a játék szárnyán való utazás, mert minden mesében ott van a születés és a halál, a szép és a rút, ott vannak a bűneink és a feloldozásaink, minden, az életünk van. De valami furcsa, más szemmel, mégis egy másik látószögből látjuk mindezeket, úgy, mint az álmainkban. Negyedszer. Ez az, amit mondtam, a mese a felhalmozott erkölcsi tudás átadásának az eszköze. Ez a mese íróknak is a felelőssége, hogy azért csak úgy a jópofaság kedvéért ne hozzanak össze, ne üssenek össze gyorsan egy mesét, mert igazából nem az a mese, hanem a felhalmozott erkölcsi tudás átadásának az eszköze. Az ötödik, a gyermek számára az igazi valóság, hát erről sokat tudtok. Pedagógusok, hogy a kicsi gyerek, tehát a fogváltás előtti gyereknek a valódi valóság mennyire kudarcokkal teli, mennyire megismerhetetlen, mennyire egy, tulajdonképpen egy nehéz, nagyon nehéz terep. És az igazi valósága az a mese, ami érthető a számára, ott otthon érzi magát. Nagyon érdekes, ahogyan megpróbálnak gyerekek például ebben az igazi valóságban tudományos válaszokat adni, azt mondja Dorka lányunk, akkor 4 éves, Iluskának 4 éves korukban mondják a legtüneményesebbeket, tudjátok, hogy ez így van. Azt mondja neki, hogy ne egyél bele a dédi ételébe, mert megfáztál, nehogy elkapja tőled. És akkor Iluska ilyen tudálékosan mondja, igen, és hogyha eszem belőle, akkor meg ráncos leszek, ugye? Ez egy tudományos magyarázat. Fogalmuk sincs a valóságról. És megpróbálnak ilyen áltudományos mesés válaszokat adni. Azt mondják, hogy a nap azért süt, mert jó kedve van, és azért bújt el, mert szomorú, meg ilyeneket. 6. A mese a gyermek vallása. Ez Karácsony Sándor pedagógus, pszichológusnak a megalapítása, hogy teljesen egyetértek. A mese az a darabja az életének, amit megvall, ahol otthon van. Ez az ő vallása. Tehát 5 éven, 6 éven aluli gyereknek a jószándékú vallásos családokban úgy a Bibliáról, Jézusról beszélni, ahogyan felnőtteknek, az egy nagyon nagy tévedés, mert semmit nem ért belőle. De ha mesélünk, az már az ő kenyere, az már az ő talaja, azt érti. A 7. megfigyelés, vagy megemlíteni méltó gondolatom, a mese a szabadság, a végtelen lehetőségek birodalma. Semmi nem lehetetlen, hát ezt nem is részletezem. Minden lehetséges. 8. A végtelen lehetőségek, emiatt szerettük annyira, bocsánat, visszaugrottam mégis,
emiatt szerettük annyira, nem tudom, van-e, aki emlékszik a Kikopog rádió műsorra, ami a szívünk csücske munkánk volt, mert a rádióban minden lehetséges, úgy, mint az igazi mesében, mert csak hang van, nincs kép, ami kössön. Be lehet bújni a szőnyeg alá, lehet röpülni a levegőbe, lehet, hogy óriás jött hozzánk, csak olyan hangon kell, hogy szóljon Vilmosnak a mély csellójának a mély hangján, stb. Minden lehetséges volt. A legkedvesebb munkánk volt, aki kopog. Emiatt, mert igazi mese volt. A nyolcas, a mese az igazi demokráciának a birodalma, amiről mindannyian ábrándozunk, amit mindannyian szeretnénk. Más se történik a mi kis országunk, városunkban, országunkban, az EU-ban és a világban, mint hogy igazi demokráciáról beszélünk, és lehetetlen. Az én generációm átélte, hogy gyerekkorunktól kezdve nekünk meséltek a kommunizmusról, ahol az abszolút egyenlőségről, ahol nő a nővel, nő a férfivel, szegény a gazdaggal, beteg az egészségessel, majd egyenlő lesz, és a tanult ember, a tanulatlannal, mindenki mindenkivel egyenlő lesz. És aztán kiderült, hogy talán nem tudatos, nem akarok senkit bántani, de hazudtak, nem volt igaz. Itt, ebben a földi világunkban igazi demokrácia nincs, nem lehet. De a mesében ott az igazi, ott ül a kanász a királlyal egy asztalnál, és a csillagszemű juhász, ugye ez, hogy csillagszemű, mi mindent rejt magában, mert nem akárki lesz mesei hős, nem akárki fog győzni, nem azért győz, mert ő csak egy juhász, és ezért majd ő szükségszerűen győzni, az fenéket. Azért győz, mert ő gazdag, nagyon értékes emberi tulajdonságoknak a hordozója, mert ő egy olyan ember, ő egy csillagszemű, aki hűséges, aki bátor, aki furfangos, aki kitart az elképzelései mellett, stb. Azért lesz ő majd a királylánynak a férje, a gyönyörű szép királylánynak, az a pásztor, mert ez egy igazi demokrácia. 9 egyszer a mese a csodák birodalma, a csodák birodalma, hát ezt magyarázni se kell nagyon, varázseszközök segítenek a mesében az ősgonosz elleni harcban. Az ősgonosz, aki ott székel az életünkben, mióta élet van a Földön, és kísért és bánt, és nagyon sok sikert ér el, de a mesében legyőzhető, és mindig győz a jó. Hát ilyen csodálatos világot, mint a mese, hogy mindig győz a jó. Tehát mondhatjuk ezt a 10. szempontot, amit nagyon-nagyon jól tudtok, hogy a mese az a folyamat, amely közben a gyereknek a feszültsége oldódik. Pontosan ezért, mert bármilyen nehéz próbákat is kell kiállni, de a végén győz a jó, és mindig győz a jó. Hát ez csak a mesében van. Igazi demokrácia is csak a mesében, és mindig győz a jó, ez is csak a mesében, de ott van. Van egy ilyen világunk, amiben mindig belefuthatunk, mindig oda mehetünk, csak föl kell ütni egy könyvet, vagy egy jó diát, most újból végre divat lett a dia, meg kell néznünk egy jó színházi előadást, tudom, hogy tegnap Szegeden voltatok, ma meg Levente Péternél voltatok színházban, láttok jó előadásokat, és győz a jó, igenis. 11 egyszer a mese a vigasztalásnak és a bátorításnak az eszköze. A számomra ez majdnem a legfontosabb a mesében, és egyáltalán az egész életemben vigasztalni és bátorítani a nálam fiatalabbakat, mert lehet, hogy más, lehet, hogy az az egyetlen alkalom, amikor vigasztalást és bátorítást kapnak. Milyen csodálatos a mesében, amikor társak szegődnek a főhős mellé, és lobbizik a főhős, ugye ez egy modern dolog, egy kis csapatot hoz magának össze, és úgy tud győzni, nem is egyedül, hanem társakkal. 12. szempont, a mese
erkölcsi útmutató. Tehát azt mondtuk ugye egyszer, hogy a felhalmozott erkölcsi tudás átadásának az eszköze. Ugyanakkor, ez most egy másik szempont, hogy azt mondom, hogy egy erkölcsi útmutató, ami azt mondja, hogy erőfeszítés nélkül nem lehet sikereket elérni. Tehát elvárásaink vannak a gyerekeinktől. Nem abajgatjuk őket határ nélkül, legalábbis felelős szeretettel dolgozó emberek, nem tesszük ezt, hogy mindentől megúvjuk, és majd mi megtesszük helyette, dehogy is elvárásaink vannak a gyerekeinkkel szemben. Azt mondjuk, húzd ki magad, édes gyerekem, láss neki, képes vagy rá, meg tudod tenni. Ott vannak a próbatételek egy mesében, húzd ki magad, meg tudod tenni, te is. Ha meg tudta tenni mondjuk a csillagszemű juhász, te is meg tudod tenni, képes vagy rá. Erkölcsi útmutató. Főleg a mese íróinak fontos a felelősségében a következő szempont, hogy a mese hagyomány és teremtés. Tehát benne van a hagyomány, és mennyire fontosak a klasszikus elemek, hogy ott legyenek, amit a mesétől már így gameből elvárunk a mesétől, hogy az benne legyen. De benne legyen a mai életünk is. A számomra nagyon izgalmas volt ez az égből pottyant mese korszakunk, mert a gyerekek, mai gyerekek rajzai alapján születtek a mesék. Tehát egyrészt klasszikus mesék születtek, de másrészt ott van benne a nem is annyira modern, de mégis a mai kornak a terméke, a kerékpár, ott van a markológép, ott vannak a lakótelepek, mai gyerekeknek az élete jelenik meg ezekben a mesékben. Benne van az óvoda és az óvónéni természetesen, több mesében is, az uszoda, és még rengeteg a mai életünknek a helyszínei és példái. Nagyon izgalmas. Ugyanakkor a mesében meglévő összes többi elem is szerepel. A mese 14-szer a titkoknak a birodalma. A titkok birodalma. Egyszer azt mondtuk, hogy ott az elején, hogy az álmok birodalmába való utazás. És ez a titkoknak a birodalma, mondom most, mégpedig olyan szempontból, hogy a mesében nem érvényesek a természetnek, és különösen a logikának a törvényei nem érvényesek. Minden, ami logikátlan, mesésen logikátlan, az ott előfordulhat. 15-ször a reménynek a birodalma, a remény. Erről külön szeretnék valamennyit majd a előadás végén szólni. De minden esetre emiatt szeretjük mi felnőttek is, mert ott él benne a remény. És 16. szempont, ami a mesének az egyik legfontosabb nevelői eszköze, ahogy a szolidaritás azzal a mese hallgató számára részéről, szolidaritás azzal, aki a mesét mondja. A gyerek, amikor képes lesz szolidáris lenni azzal a felnőttel, aki mesél neki. Egy kedves barátunk mesélte nekem azt a én korombeli ember, én már mindjárt 70 leszek, azt mesélte, hogy ő neki német születésű apja volt, és azt, hát az okos felnőtt persze kitalálta, hogy majd ő minden este németül fog mesélni a magyar anyájú gyereknek, tehát a magyar anyanyelvű gyerekének, hogy majd így megtanuljon németül. Ez volt benne a lényeg. Amikor kitalálnak a felnőttek egy ilyen nagyon logikus célt, az mindig sántít a gyerekek világában. És akkor tényleg így is történt, az apa minden áldott este németül mesélt az ő magyar anyanyelvű kisfiának, és persze nem tanult meg így németül, de azt mondja ez a kedves barátunk, hogy tudod, úgy emlékszem vissza, hogy bár egy büdös szót, csak egy-egy szót, ha valamit kapizsgáltam abból, amit apám mesélt nekem, mégis úgy emlékszem vissza, hogy az apám gyönyörű történeteket mesélt nekem.
És miért mondom ezt itt? Mert azt mondtam, hogy a szolidaritás azzal, aki mesél. Az a felnőtt, érthetetlen, a felnőtteknek abból az idegen világából fáradtan hazaérkező apa leül oda a gyereke ágya mellé este. Nem önti a szavakba, pláne egy ilyen kicsi óvodás gyerek, de nagyon mélyen, azt nagyon is jól érzi azt a nagy lelkűséget, hogy itt ez az én fáradt, sok szituációban elérhetetlen apám, sok szituációban számomra idegen apám, itt van most, és megosztja magát velem. Most itt, majd mindjárt Vidra kapitány, meg Vilmoska leszünk, és indulunk az utazásba, és egy világban leszünk. Közös kalandok várnak. Most az a mesének ez a legnagyobb nevelői ereje, az véleményem szerint. Tulajdonképpen ellene mond az én egész írói munkámnak, mert majdnem, hogy azt mondom, hogy a mesei együttlét tulajdonképpen fontosabb, mint maga a mese. De ezt nem mondom azért mégsem, mert hiszek a jól megírt mesének a létjogosultságában, ez a kettő ez ugyanolyan fontos. A mesei együttlét, az, amikor azonos világba kerülünk a kicsi gyerekkel. És ebben a világban képesek vagyunk egymással beszélgetni. Tehát itt van az a pont, a közös játék is egyébként természetesen egy ilyen kapocs a gyerekhez. De most a meséről van szó. Itt van az a pont, amikor a gyerekünk, hát nem kell nógatni, hogy most beszélj, mi volt az óviban, meg hasonló, mit ebédeltetek, hasonló, akkor ő megnyílik. Hát itt most itt van az én társam, az én mesei társam, és ővele beszélgethetek a mese kicsengésében. Ez valahol ottan a mese után van, amikor a mese közben történik. És akkor a gyerek beavat az ő titkaiba. Volt egy nagyon édes gondolata Ábrisnak, az is persze 4 éves koratáján mondta ezt így este, hogy ha apuka leszek, és lesz egy kislányom, akkor azt a kislányt úgy fogják hívni, hogy Nagyi. Még fogalma sem volt a névadásnak az izgalmairól, és senki nem nevette ki, pedig hát nagyon, nagyon mulatságos gondolat. A Nagyi az nem én vagyok, én nammamó vagyok, a Nagyi az a másik nagymama, akit nagyon szerettek, és megérdemelte ezt a Nobel-díjat az unokájától. Valamit szeretnék mondani, mert egy nagyon izgalmas dolog. Ugye itt, amikor este van, és megnyílunk egymás előtt, nagyon fontos, hogy a felnőtt beszéljen először. A felnőtt legyen az, aki arról beszél, hogy mi történt vele azon a napon. Most ez olyan családokban, ahol szokás esti imát mondani, ez az esti imádságnak a keretén belül zajlik, egy sorozatos köszönetadás formájában. Megvannak a napi események, amiért köszönetet tudunk mondani, és amellyel egy úttal készülünk a holnapi napra. Az egy külön része ennek a rítusnak egyébként, amikor erőt kérünk a holnapi naphoz. De akkor, amikor, hogy igazából nyíljon ki az a felnőtt. Mert a nem hívő ember meg ugyanígy sorba veszi a napnak az eseményeit. Felnőtt ember. Elmondjuk este a gyerekünknek, hogy képzeld el, találkoztam kistelken óvónénikkel és anyukákkal, és óvóbácsikkal, és apukákkal, és beszéltem hozzájuk. És a néni úgy mosolygott rám, olyan volt a szája, mint egy szép kifli. Mert azért közben, titokban gondolok rá, hogy valami olyat mondjak, ami a gyerek számára érthető lesz, és megjelenik előtte esetleg képben. Vagy elmondom neki, hogy képzeld el, és az óvónénitnek a nyakában ott volt egy szép virágos sál. És akkor a gyereknek fölcsillan a szeme,
hát ismerem azt a sálat, és elkezd beszélni, és elkezd beszélni ő is, és nem noszogattuk, és ő is beszél. Lehet egy ilyen esti beszélgetéssel zárni a napot, jobb napokon ez sikerül, nem mondom, hogy minden áldott nap. Sok időt veszel, fáradtak vagyunk, de ez éri meg. Ez az, ami megéri. És a német apa meséjéhez visszatérve, ahol tehát ez a barátom ugye nem értette, hogy mit mesél az apja. Most hadd mondjam azt, hogy bíztassunk meg a szülőket, és magunkat is, hogy merjünk fejből mesélni, merjünk mondani olyan történeteket, amit nem írt meg egy író, vagy nem a népmese gyűjteményből vettünk, hanem ott születik, úgy, ahogy a gyerek azt megérzi, hogy most milyen nagy lelkű az én szülőm, hogy az ő másik világából idejött én hozzá, ugyanúgy azt a legnagyobb teljesítmény, amit teljesíteni lehet, az a nyílt színi gondolkodás. Hogy az én szülőm most itt nekem valamit létrehoz. Nekem valamit mesél. Ezek a gyerekszoba történetek rendszerint se füle, se farka, ügyetlen kis történetek. Péter nem tudom hanyatszor meséli el nekem, hogy az egyik nagymamája, akivel egy szobában lakott éveken át, az Inci és Finci két kis egérkéről mesélt. Fogalma sincs, hogy mi voltak ezek a... Hát mindannyian így vagyunk. Nem emlékszünk rá, hogy mi volt, de arra emlékszik, arra az együttlétre, és hogy ott Inci és Finci volt a főszereplő. Igazából, ha felnőttek vagyunk, ilyenekre emlékszünk vissza, ezekre emlékszünk vissza, ezek nagy útra valót adnak. Nagyon bátorítsuk meg a szülőket, meg magunkat, hogy merjünk ügyetlen kis mesékbe belekezdeni. És hát mondjunk jó meséket, minél többet persze. Szeretnék valamit beszélni a mese és az imádságnak a kapcsolatáról, mert kapcsolódás van. És ez az az este időpont, ahol mind a kettő bizonyos családoknál mind a kettőre sor kerül, mint rítusra. Nagyon érdekes kapcsolat van a mese és az imádság között. Először is ott van a gyerek számára ez a felemelő érzés, ez az élet élmény, hogy az én felnőtt szülőm társként viszonyul hozzá, ő az én társam most ebben a következő időben, és mindezekben a kalandokban együtt éljük át a kalandokat, és együtt győzünk. Ugyanez van az imádságnál. Egy hasonló ilyen társi kapcsolat. Az én szülőm, és oda, ide még beletartozik a mennyei atya is, akit meg se tudunk fogni, csak azt tudjuk, hogy mindenható. A szülőm és a mennyei atya társként viszonyulnak hozzám, aki én vagyok. Másodszor, ez a remény, amiről beszéltem. És még majd fogok beszélni a reményről. A mesében csodálatos, hogy mindig minden helyzetből van kiút. Ott a remény benne végig, és végül győz a jó, mindig van kiút. És az imádságban ugyanez van, hogy erőt tudunk kérni a másnaphoz. Mi van kiút, az imádság az, ami erőt ad nekem ahhoz, hogy a holnapi napot újból el tudjam kezdeni. És a harmadik, ami a mesének a lélekgyógyító, vigasztaló hatása, amit nem lehet eléggé szem előtt tartani, ugyanez működik az imádságnál is, amikor kisgyerekkel imádkozunk esténként. Ugye, ha vagy beszél róla, vagy nem, de követetlenül butaságot is. Vagy emlékszik rá, vagy nem, de valahol azért ott munkál benne. De az imádságban ott van, mindig jelen van az, hogy minden percben tiszta lappal lehet kezdeni. Tulajdonképpen majd, ha nagyobb lesz, akkor különösen jól fog az neki menni, hogy csak be kell ismerni a hibámat, csak ki kell mondani, és meg lesz rá, a bocsánatot kell kérni, és megkapom rá a megbocsátást, és tiszta lappal lehet kezdeni.
Társ vagyok, remény működik, és lélekgyógyító, vigasztaló hatás. Ez a három, ami én megfigyelésem szerint a mese és az imádságban közös. Nem vagyok tudományos ember, de tudományos kutatásokról elég sokat olvasok. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy mind azok a gyerekek, akik mesében, imádságban nőnek fel, egy vértet kapnak az életre a kudarcok elleni harcban. Egy vértjük van. Egyáltalán nem búra alatt nevelődnek, hanem egy vértjük van, ami vigyáz rájuk. És még olyan kutatás is van, ami arról beszél, hogy sikeresebbek lesznek az életben, mint azok a gyerekek, akiket kicsikoruktól kezdve arra biztatnak, hogy védd meg magad, harcold ki magadnak, üss vissza, és mindezeket az agresszív elemeket, amikor csak erőltetik benne. Egyszerűen a harmóniában, a mesében és az imádságban fölnövő gyerekek sokkal sikeresebbek lesznek az életben. A mese és a tanmese közötti kapcsolatról még egyszer hadd mondjam, hogy a mese végső soron nem is azokkal a konkrét történésekkel, vagy szavakba foglalható tanulságokkal segít, hanem valójában azzal segít, hogy a reményt megadja a gyereknek, hogy igenis érdemes küzdeni, érdemes kitartónak és becsületesnek maradni, mert a végén győzni fogunk. Ha valaki azt megkérdezné tőlem, hogy a meseírótól, hogy a mese hol kezdődik, mitől kezdődik a mese, én biztos, hogy azt mondanám, hogy a mese a nyelvezettel kezdődik. Tehát ott kezdődik, amikor elkezdjük, még azt se tudjuk, mit fogunk mondani, különösen érvényes ez a fejből való mesélésre. De közben már jár az agyunk, és elkezdjük mondani, hogy hol volt, hol nem volt, és ahogy elmondtam, milyen testi, fizikális változások mennek bennünk végbe, és a gyerekben ugyanúgy. Ott azokkal a szavakkal, a mesei fordulatok, a szerencsét, hogy öreganyámnak szólítottál, felséges királyom, életem, halálom, kezedben, stb. Mesei, ezek a nyelvezeti fordulatok, amitől mese lesz a mese. És ez az a nyelvezet, amit ez a fogváltás előtti kicsi gyerek ért. Mert van egy felnőtt nyelvezet, amiből azt kell mondjam, hogy egy szót se ért. Tehát a legborzalmasabb dolgok egyike mai gyerek számára, amikor anya 30. telefonját bonyolítja. Mindig akkor a legtürelmetlenebbek. Akkor jut eszükbe, bepisilöm, és olyasmi történik, amivel zavarja. Ugye még nem olyan régen ugyanez a jelenség akkor játszódott, mikor anya megállt az utcán beszélgetni egy ismerőssel, és a perceken belül egy gyerek azonnal mindent kitalál, amivel lehetetlenné teszi a saját szülőjét ott a másik előtt, mert egyszerűen nem érti, amiről szó van. A felnőttek, hadd meséljek el egy történetet. Ez is egy barátunkkal való történet, aki üzleti tárgyalásra magával vitte a 3 éves gyerekét, egy kis presszóba, ilyen kis székeken ültek, egy kis asztalka két oldalán, és elkezdődött az üzleti beszélgetés, és a gyerek ott ült, ez a 3 éves kisgyerek ott ült apja ölében. Most a beszélgetés miről szól? Százalékokról, határidőkről, és különböző, nem tudom én, csekkszámlaszámokról, és egyéb borzasztó. És egyszer csak a barátunk, aki egy jószándékú ember egyébként, nek eszébe jutott, hogy itt a gyerek az ölében, és beleszőtte ebbe az egész idegen nyelven zajló beszélgetésbe azt, hogy a kiskakas gyémánt félkrajcárja. És akkor a gyerek így szembefordult az apjával,
megsimogatta a szakállát, az egy szakállas barátunk, és azt mondta neki, látod, papa, most jól beszélsz. De az összes többit egy szót se értettek. Most hát gondoljuk el, hogy ez milyen őrületesen fárasztó egy olyan kicsi gyereknek, akinek ugye kevés a tűrőképessége, úgyhogy hát jó, ha tudunk róla. Ott vannak ezek a felnőtt világ szavai, ez az Iluskánkkal fordult elő, aki a középső unokánk, és göndör, könnyen gubancolódó haja van, és a szomszéd kislány fésülgette a haját, és Iluska mondja neki, hogy na, húzod a hajam, mire a szomszéd kislány mondja, igen, mert már megint ribancos a hajad. Vannak szavak, amiket azt hiszik, hogy ismernek, azt hiszik, hogy használják, és más jellegű szavakat is hall, nem értik, próbálják összetenni, nem értik a felnőtt beszédet. A mese világa az, amiben, ugye azt mondtuk, az ő vallása, az, amiben otthon van, és aminek a nyelvezetét érti. Még akkor is, ha ott vannak benne ezek az izgalmas, érdekes, nem tudom én, ködmöm, vagy hasonló ilyen érdekes népi szavak, amiknek közvetlenül nem érti a jelentését, mégis az egész világ otthonos a számára, és abban úgy érzi, hogy érti magát. A mese az, ami alakítja a nyelvezetét, a világlátását, és még egy csomó minden. Most azt mondtuk, hogy személyiség fejlesztő hatása van. Hadd meséljek el egy történetet, ez Dorka lányunkkal kapcsolatos történet. 15 éves volt, egy nagyon, nagyon elit gimnáziumba járt Budapesten, Budán, ahol ő volt az egyetlen pesti gyerek egyébként, és nagyon érdekes, mert az egész osztályból minden egyes gyerek értelmiségi családból származott. Ez pont így került össze. Kivételesen tehetséges gyerekek voltak legtöbbje, akik sokra is vitték, most itt fiatal emberként büszkén figyeljük őket, pót fiainként, pót lányainként, sokra viszik. Nagyon, nagyon tehetséges ügyes gyerekek, mind sorban tudományos diákversenyeket nyertek, vagy jó helyezést kaptak. Na mostan, ezek a gyerekek együtt kirándulni mentek. Egy délután, 15-16, első vagy másodikban történt ez, és megálltak egy pihenőnél. És akkor Dorka lerakta a hátizsákját, és kotorászott benne, a kulacsát akarta elővenni, és azt mondta közben, hogy jaj, vizet, mert meghalok. És ott az a sok értelmiségi, különleges képességű gyerek nincsen bámult rá, hogy most mit játssza itt az agyát, miért kell mindjárt meghalni egy kis szomjúságtól, és egy se volt köztük, aki tudta volna, hogy ez a világszép Nátszál kisasszonynak a kulcsmondata, amit ő elmond, egy se volt. És a Dorka ezt este nagyon csalódottal mesélte el nekünk, hogy képzeljétek, hogy nem tudják, nem ismerik. Na most itt nincs vége, mert amikor körülbelül 2 év múlva meghívtak engem Nagy Károlyba, az itt van mindjárt a határ mellett, egy romániai magyar város, ugye? Párciumi város, és matura verseny van ott, mind ilyen tájban, májusban, az érettségiző diákoknak, magyar és román gyerekeknek vegyesen, nagyon magas színvonalú, és oda zsűribe hívtak, és rengeteg verseny van Romániában, magyar gyerekeknek, román gyerekeknek, sokféle. És elvittem magammal, el tudott velem jönni Dorka. És akkor hát amíg én ott napközben dolgoztam, addig őt két gyönyörű szép szál, vagy három gyönyörű szép szál egyetemista fiú kísérgette a városba, megmutatták neki Nagy Károlyt, és este a szállodában azt meséli Dorka, hogy képzeld, anya, hogy Lóránd meghívott engem, itt a város mellett van nekik egy kis kertjük, és a szülők ott valami bográcsba főztek, úgy várták őket, és mikor Lóránd belépett a kis kertajtón, tudod, anya, mit mondott? Azt mondta, jaj, édesanyám, vizet, mert meghalok.
egy életre szóló barátság lett belőle. Egy életre szóló barátság, mert ugye mindez történt 20 évvel ezelőtt. És még majdnem szerelem is lett, Loránton nem múlott volna, Dorka valahogy egy másik fiút képzelt el magának, de nagyon jó barátok lettek. A harmadik kisgyereküknek, akit Violának hívnak, Violának Loránt a keresztapja, és a mai napig tart ez a kapcsolat. Tehát akkor, amikor két ember egymásra ismer, hogy de hát mi egytőről fakadunk, mekkora öröm volt, és milyen diadal az én lányomnak, hogy van még egy ilyen a világon, aki ugyanazt hozta otthonról, és nem kell magyarázkodnunk, mert értjük egymást. Egy nyelvet beszélünk. Egy nagyon tehetséges jogot végzett fiú, aki verseket is ír, és keresgéli magát most éppen, nagyon Írországban él éppen. És egy életre szóló személyiség meghatározó barátság lett belőle. Az, hogy mit mesélünk, hogy hogyan mesélünk a gyerekünknek, kihatással van az egész életére. Arra, hogy meghatározzuk természetesen a kultúráját, de hát egyáltalán nem csak arról van szó, hogy milyen nyelven fog ő majd beszélni. Persze, hogy gazdagabb nyelven beszél. Persze, hogy sokkal árnyaltabban fejezi ki magát. Ez magától értetődik. De nem csak erről van szó. Arról, hogy milyen lesz az ő baráti köre, milyen lesznek később az olvasmányai, és hogy majd mit ad tovább a saját gyerekének, az egyáltalán valahol ott a mesék birodalmában, ott dől el. Olyan izgalmas, érdekes kérdéseket szoktam kapni, új témába vágok, amikor érdekes szülők megkérdezik, hogy mikor kezdjünk el mesélni egy gyereknek. Tehát van, aki olyan érdekes, azt mondja, hogy most már 3 éves a gyerekem, hogy most már ugye tud beszélni, hogy most már elkezdhetek neki mesélni. Aztán van, akinél kiderül, hogy a görög mitológiai történetekkel kezdi, vagy elkezdi, hát nagyon érdekes, hogy olyan sokféle módon, pedig rengeteg olvasnivaló van. Hát a mai szülők hihetetlen, dúskálunk itt a kiadványokban, az előadásokban, és bocsánat, hogyha sok ismétlés van abban, amit mondok, de én ezt mind fontosnak tartom. A navigátor nem tudom, hogy megy közben kézről kézre, mert ezt is szokták kérdezni, hogy mit meséljünk. Én azért elhoztam azt a gyerek irodalmi lexikon, hogy nézegessétek, a mai magyar mese és ifjúsági íróknak a tára olyan módon feldolgozva, hogy kisgyerekek számára is nagyon szórakoztató, olvasni tudó, iskolás kisgyerekek számára. Mindig a bal oldalon van a életrajzi és egyéb információs anyagok, és a mellette lévő oldalon egy mese vagy egy vers az írótól. Tehát az, hogy mikor kezdjünk mesélni, gyorsan azért azt szögezzük le, hogy akkor kezdjünk el mesélni a gyerekünknek, amikor megtudjuk, hogy vágynak, magzatkorában, természetesen. És onnantól kezdve dünnyögjünk és ringassunk, dúdoljunk, és amikor megszületett, akkor tapsikoljunk és lovacskáztassunk. Hát olyan csodálatos, ez a ringató mozgalom ugye mindezt fölfedezte, összefoglalta, nagyon szeretem őket. Hogy fürödjön az a kisgyerek a szüleinek és a kultúrájának a hangjában, a szavaiban, a szeretetében. És ragaszkodás fejlődjön ki benne, hát természetesen kis magzatkorban és az anyanyelvében fürödjön. Beszéltünk, mindenütt szóba kerül az óvodáskori idegennyelvi oktatás. Mindennél fontosabb, hogy az anyanyelvében fürödjön, nem tudnak beszélni. Olyan keveset tudnak a mai felnőttek a gyerekekkel beszélgetni, nem tudunk többet tenni, mint hogy az anyanyelvében fürdessük, hogy lubickolhasson benne. És búcsúzóul itt a végén szeretném
amit már kétszer mondtam, hogy a reményről beszélni fogok még. A nagyapámról szeretnék valamit elmesélni. Az anyai nagyapámról, aki egy népmesei hős az életemben. A nagyapám egy bakonyi vízimolnárnak volt az ötödik gyereke, négy lány után született első fiú. Hát ez ugye ez a 19. század legvége, tehát az 1800-as évek végén született a nagyapám, ott a Bakonyban, és nagyon boldogok voltak a dédszüleim. Na végre itt ez a fiú, majd rá lehet hagyni a malmot, és akkor ő lesz itt a molnár. És aztán a nagyapám, ahogy növögetett, ott abban a gyönyörű bakonyi környezetben, jártunk ott nem régen Péterrel, meseszép a környezet, ahol nevelődött, de ő nem ott akart maradni, ugye akkor már Pest és Buda egyesült, és ő mindenképpen Budapestre akart menni. És ezt az én dédanyám is megtudta, mert szó volt róla, hogy hát a Ferike mindenképpen Budapestre akar menni. És akkor hát olyan 13 éves korától kezdve egy fillér se lehetett nála soha, hogy nehogy véletlenül vonatra üljön is. Minden fillérrel el kellett számolni. De a dédanyám az ennél is furfangosabb volt, azt csinálta, hogy elbukta a csizmáját, hogy nehogy megszökjön a legényezet, mert azt volnár kell, hogy legyen. És aztán hát így történt, hogy a nagyapám 14 éves korában egy fillér nélkül és mezitláb érkezett meg Budapestre, mert persze, hogy föllógott egy vonatra, és megérkezett Budapestre. Ennél csóróbban a kiskonász se érkezhetett volna meg sehova se. És ez az ember lett az én nagyapám, Horváth Ferencnek hívták, és mintakészítő mester lett. Mesterséget tanult, és Kispestnek, ami nem a legelegánsabb kerülete Budapestnek, de én ott születtem, és nagyon szeretettel gondolok rá vissza. Kis családi házas fás utcácskákból állt akkoriban Kispest, most mind 10 emeletes nagy lila épületek rondítják el ottan a városképet. Már semmit nem találok meg az én szülőházamból, de a nagyapám ennek a városrésznek az egyik alapító embere lett. Tehát ő megtalálta, mert nagyon-nagyon remélt, hogy ő igenis lesz majd valaki, megtalálta a hírt és a lehetőséget. Akkoriban csapolták le a Kispest alapjából még a mocsarakat, és arra építették később ezt az egész kerületet, és ő részt vett ennek a mocsaraknak a lecsapolásában, és az ott maradt ennek a városrésznek az építésénél, és Kispestnek az egyik leggazdagabb embere lett. Virilista lett, az egyik legnagyobb adófizető, aki mindent de nem győzöm elégszer mondani, hogy egy kisgyereknek nagyon kell, hogy figyeljünk, hogy tényleg mi van abban a kis batyuban, amit ő hozott. Minden, ami neki abban a batyuban volt, amikor megszületett, azt ő mindent használt. Mindent, és csak azt használta. Pont valahogyan ráérzett, hogy nem használta másnak az eszközeit. Ő végül is mintakészítőmester, és egy városához ragaszkodó, hűséges ember lett, akit aztán természetesen úgy kiállomosítottak mindenből, ahogy csak lehet, de az lett, és sokra vitte. És a nagyapám példája arra tanít engem egész életemben, hogy ne elégedjek meg ezekkel a kis szolid álmocskákkal, ami úgy belefér a társadalmi elképzeléseikbe is, meg hát amit a szomszéd is mond, meg a családból, amit jónak látnak, hogy abból majd meg lehet élni, majd arra. Nem. Ha mélyen érzem, hogy valamit nagyon szeretnék, amellett tartsak, és legyen az nagyon mesés, nagyon merész, nagy álmok,
mert a nagy álmokat a remény mozgatja, emiatt. És a reménynek itt jön a mese és a valóság is, a mesének és a valóságnak a kapcsolata, hogy a reménynek valóság formáló ereje van. Úgy, mint a mesében. Ha valamit én nagyon akarok, és azért naponta teszek, abból valóság lesz. Még a gazdasági válság idején is már azt olvastam, hogy éppen túl vagyunk rajta, ha igaz. Minden esetre a legnehezebb helyzetben is valóság formáló ereje van a reménynek. Milyen fontos, hogy sok mesét hallgassanak a gyerekeink, hogy az is erősítse meg ők. Igenis érdemes hinni és harcolni, mert abból valóság lesz. Ezt akartam még elmondani a végén. És igen, ugye, tehát, hogy felnőttként, szülőként, pedagógusként az a dolgunk, hogy olyan embereket neveljünk föl, akik minden körülmények között képesek reménykedni, bízni, és képesek örülni. Ez mondjuk tulajdonképpen független a gazdagságunktól. Olvastam a mai Dél-Magyarországot, egy kicsit átlapozgattam, és ott embereknek, köztük egyetemistáknak és többeknek fölteszik a kérdést a gazdagsággal kapcsolatban. Nagyon érdekes, senki nem mondta azt, hogy a gazdagság fontos az életében. Azt hiszem, ott megszólítanak ebben a mai újságotokban 8 vagy 10 embert, egyetemistáktól felnőtt idősebb emberig, kivétel nélkül mindenki nem a boldogulásról beszél, hanem a boldogságról beszél, általában a családi örömökről beszélnek. Az, hogy minden körülmények között képes legyen az ember remélni, ez mindennél fontosabb. És akkor itt búcsúzóul szeretnék felolvasni egy imádságot. Ebből az imádságos kötetemből ott az asztalon látható. Ezek szabad imádságok, amik, ennek azt az alcímet adtam mind a kettőnek, hogy 21. századi imák, 21. század zsoltáraiból ezeket a címeket adtam neki. Ezek az imádságok elhangoztak mind a mi falunkban, a Héregi katolikus templomban. Van ottan egy kis hely, ahol bárki kiállhat és szabadon beszélgethet. A Szent Mise között. Igen, bocsánat, nem mondtam. Az a lényeg, hogy több év alatt elhangzott imádságok, amiket én utólag leszoktam jegyezni, abból válogattam. És mindegyik a mindennapjainkhoz kötődik. Tehát nem rémisztően ájtatos imádságok ezek, hanem mai embernek a nálánál sokkal messzebb látó, gondoskodó, szerető atyával való beszélgetések. És mindegyiknek adtam egy címet, ennek az imádságnak az a címe Tükörkép. Uram, lélekemelő élményem volt tegnap délelőtt a budapesti színházban, ahol férjemmel ünnepi, hétvégi családi előadásokat tartunk. Belép Péter a színpadra, és köszön, ahogy szokott. Jó napot kívánok! És a nézőtéren felcsendül egy tiszta kis hang, Isten hozott. Aztán egy második, Isten hozott. Aztán egy harmadik, Isten hozott. A gyerekek átvették egymástól a köszöntést. És mi mindannyian, akik ott voltunk, úgy éreztük, hogy kisüt a szívünkben a nap. Uram, a gyermekek jók. Mindent, amit később rosszul tesznek, azt tőlünk, a felnőtt világtól tanulják. Amikor az ifjúságot kritizáljuk, szídjuk vagy dicsérjük,
magunkat kritizáljuk, magunkat szídjuk, magunkat dicsérjük. Az ifjúság tükör. Magunkat láthatjuk benne. Az ifjúság pontosan olyan, amilyenné tettük őket. Pontosan annyira tudnak bennünket ellökni, mint amennyire tiszta szívből mondanák, Isten hozott. Segíts bennünket, Uram, mert gyengék vagyunk. Segíts, hogy egy kicsivel jobb példát tudjunk mutatni gyermekeinknek és ifjúságunknak. Amen. Hát csak ekkora a felelősségünk. Csak ekkora. Délelőtti előadáson Péter a búcsúzásunkat már a gyerekeknek és a jelenlévő óvónőknek bemutatta, és akkor most Lacit megkérem, hogy ezt a búcsúzenét tegye fel. Nem tapsolunk, hanem igényekezett írjunk. Hogy elkísérjen, engedje kérem, s kenyerek súgom önnek, a színház egy ünnep. Megsúgom önnek, a színház egy ünnep, titkot találunk, mindenne járunk, hogy elkísérjen, engedje kérem, s én megsúgom önnek, a színház. Május 10-én vasárnap került megrendezésre a Kistelki Alapfokú Műszaki Iskola majárisa. A rendezvény során a Műszaki Iskola növendékei adták elő erre az alkalomra szánt zenés, táncos produkcióikat. A most következő, harmadik és egyben befejező részben az ő műsoraikat nézhetik meg. Most pedig ismétleg itt a helyet úgyhogy megkérném a tanulóit, hogy felakodzom a fel. Fogadják sokszor a
következzen Máté Péter ismert száma most élt Szilvási Zsófi előadásában. Lost in my discretion.
Road to Hell variáció előadja Haller Péter. Thank you.
down the line that we once were so
folyamatosan bővítik repertoárjukat. Két ide változatlan létszámban működik az együttes, példát mutatva a kisebb növendékeknek a közös muzikálással. Darabjai Danka Gébül Trio.
kellemes kötelezettségemnek kell eleget tenni. Négy tánc tanárnő kért meg rám, hogy mondjam el, hogy van itt ebben a tánc csoportban három olyan leányzó, aki már 10 éve töretlen lelkesedéssel ropja és színesíti az előadásokat, ők pedig Magony Boglárka, Túr Tímea, és Száraz Varga Kata, akiknek mind-mind egy-egy kis ajándékkal kedveskedett a mondjaink. Most pedig a Művészeti Iskola Részfúvós Együttese fog bemutatkozni. Mielőtt elmondanám a műsorokat, szeretném felsorolni őket név szerint. Ők Magyar Dániel, aki trombitán játszik, szintúgy Magyar Bálint, Mészáros Barna Baj, valamint Kukel Erzsébet. Az együttes tagjai még Marjós Judit Brigitta vadászkürtön, Magyar Arnold és Kuba Zoltán tenorkürtön játszanak, valamint Sutka Máté tubán, és Kalmár Gergely tanár úr szintén tubán, aki egyben a csoport felkészítő tanára is. Thank you.
Thank you.
szépen köszönjük, és most következzék a Klarinét együttes. Először egy szóló produkciót fognak hallani. Bruce Klingerom vastagbírós előadásával, aki felvételnek a Szegedi Tudomány Egyetem Bántus István gyakorló zeneművészeti szakközépiskolában, és tanára Petaléka Benedik előadásával. Thank you.
következő adásunkat május 22-én pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti Mozaik című magazinműsorunkkal jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délután 10 órától, míg pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!